Elérkeztünk műsorunknak ahhoz a pillanatához, amikor be kell mutatnom mai vendégeimet, és el kell mondanom, igen hálás a feladatom. Egy olyan projektről lesz ma szó, amelynek nagyon-nagyon szép üzenete van. Közelebb hozni egymáshoz a romániai és külföldi zeneművészeti akadémiák hallgatóit és pedagógusait. Megmérettetni a versenyezni vágyó művész hallgatókat, színesebbé tenni az egyetemisták és a jazz rajongóinak életét. A Marosvásárhelyi Nemzetközi Egyetemista Jazz Fesztiválról van szó, és sok szeretettel köszöntöm a nagyszerű projekt egyik atyát és házigazdáját, Demeter Józsefet, azaz Dömét. Napot kívánok, sziasztok! Illetve az egyik díjnyertes csapat a Das Trio képviseletében Kéri Samut. Jó napot kívánok! És a budapesti etüdiskolától Kéri Gábort, aki jazzgitáros, tanár és nem mellesleg édesapai minőségében van most itt velünk. Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntelek a stúdióban, nagyon hálás vagyok, hogy nem utaztatok haza a díjkiosztó után, hanem megtiszteltek bennünket a jelenlétetekkel. Persze, nem kis problémába került ez. Fiúk már nagyon fáradtak, igyekeztek hazamenni, nem mindenki hazament már a fesztivál után. Látszik egy kicsit a szemeteken, az az igazság, de hát majd elmesélitek, hogy milyen is volt azért az elmúlt hét számotokra. Öt nap tömény jazz volt Vásárhelyen és a klubban. Mindenki fáradt, mindenki reggelig zenélt. Nem csak a vásárhelyiek, most már nemzetközi szinten ismernek, mind a szórakoztatóipar. Marosvásárhely egyik alappillérét ilyen szempontból, de csodálatos dolognak tartom azt, és nem csak én vagyok ezzel így, hogy nem álltál meg a zeneszolgáltatásnál és a szórakoztatásnál, hanem sokkal többet teszel, akár a komoly zenei műfajért is. Lásd, ez a fesztivál. Pontosan, de a Jazz Fesztiválnak ez egy első pillanattól, ez 8 évén, hogy nyitottunk, ez egy úgymond terve volt, hogy az élő zenét, főleg a jazz, blues, rock zenét promováljuk, és előre vigyük, meg támogassuk a fiatal zenészeket. Ez kisebb-nagyobb sikerrel működik is. Íme 7 éve már, hogy ez az egyetemista jazz fesztivál működik Marosvásárhelyen, mind nagyobb és nagyobb sikerrel, ahogy látszik is. Az idén 17 versenyző csapat iratkozott már fel. 5 napra bővültünk a 4 nap helyett. Külföldi diákok is, mind többen és többen kezdenek jönni. Lásd, az idén Litvániából, Franciaországból, persze Magyarországból mindig jönnek, mindig képviselhetik magukat. Romániából és mind a 3 zeneiskolából csatlakoztak hozzánk. Sőt, az idén 2 vásárhelyi énekesünk is volt. Az egyik, aki meg is nyerte a hangot, a legjobb jazz hangot, az például Koszorús Krisztina. Akit mindenki ismert. Hát a kedvenc kolléganőm. Pontosan. Ő majd fog jönni és hencegni nektek. Helyes, helyes, meg is érdemli. És őszintén gratulálok akkor innen most neki is természetesen. Samu, Budapestről érkeztél, és díjnyertes, az egyik díjnyertes csapat tagja vagy. Először voltál Marosvásárhelyen? Hát igazából nem először, mert volt szerencsém régebben, akkor még nagyon pici voltam, de így jazzzenével konkrétan most jutottam ki először, és nagyon jó benyomásaim voltak. Azért ez nem semmi, hogy először jönni, és már díjnyertesként menni haza. Hát igen, én is jól éreztem magam, de az az érdekes, hogy én nem éreztem, úgyhogy ez egy verseny volt, tehát így abszolút baráti volt a közeg, és tényleg nagyon jól éreztem itt magam, szép a város. Ezek szerint számít az, hogy egy kötetlen helységben zajlott az egész fesztivál, és nem egy ilyen szigorúbb operában, színházban, mit persze, tudom én. Egyértelműen, és ugye minden este voltak jam sessionök, amikor le volt alkalmunk együtt zenélni a többi zenésszel, és így ez nagyon kapcsolatteremtő pár nap volt. Egy jót bulisztatok, miközben a zsűri árgus szemekkel figyelt benneteket, és aztán meghozta a döntését? Hát igen, konkrétan. Tanár úr, hát jazzgitáros, tanár, édesapa, etüdiskola tanára,
Hát sokat tudna nekünk mesélni, azt gondolom, a múltról, de kérem, hogy most a jelenlegi hát 5 napot egy kicsit elemezze a saját szempontjából hát nekünk. Nagy élmény, nagy élmény. Egy apró helyesbítést kell tegyek, kötelességem, hogy elmondjam, hogy a Dastriónak a felkészítő tanára, a Nagy János tanár úr, nagyszerű zongorista barátom, aki nem tudott jönni, és ő delegált engem. Tulajdonképpen elsősorban apuka minőségben vagyok itt, mert tulajdonképpen Nagy János készítette fel ezt a zenekart, úgyhogy innen is gratulálunk neki ehhez a sikerhez. És hát igen, tulajdonképpen ahhoz tudnék leginkább csatlakozni, hogy a helyszín és a közeg, hogy ez mennyire meghatározó, hogy úgy elszállt ez az 5 nap, mert annyira jól éreztük magunkat, reggel elindult a workshopokkal, itt a csodálatos, nagyon magas színvonalú zsűri, és a zsűri tanár, a zsűriből a résztvevők is olyan workshopokat és olyan előadásokat tartottak, hogy csak ámultunk, bámultunk. Utána elindultak ugye a versenyek, de ez is, ahogy Samu már ezt említette, ez is egy olyan jó közegben, olyan kellemes baráti hangulatban telt el, hogy gyakorlatilag nem is éreztük, hogy verseny, hanem csak folyamatosan szórakoztunk. Aztán este nagyszerű programok, jam session, úgyhogy tulajdonképpen, ja, és még azt még megemlíteném, ezt a zsűri is hangsúlyozta, hogy nagyon-nagyon magas volt a versenyszínvonal. Tehát nem is gondoltuk, minden nap azt mondtuk, hogy hát ezt már ennél már nem lehet jobb. És a következő nap, Jézus már, ennél már nem lehet. Utolsó nap, Jézus már, honnan jönnek ezek a gyerekek? És ez egy nagyon-nagyon jó érzés. És az, hogy egymásra is találtunk, már mindenkit bejelölt a Facebookon, tervek vannak jövőre, kapcsolatok, stb. Szakmailag is. Tehát ez egy óriási dolog, hogy valaki egy ilyet létrehoz. Túl azon döme, hogy tényleg ugye szórakozik mindenki, bár egy szűkebb közeghez szól azért, vagy ragad meg ez a műfaj, de majd erről beszélsz. Túl azon azért tényleg figyelem, hogy sok energiát fektetsz bele, hogy kapcsolat is teremtődjön a zeneiskolák hallgatói között, a konzervatóriumok hallgatói között, és már nagyon pici kortól megkezdett, hisz a harmadik, negyedikesek is a délutánonként kis előadó esteket tarthatnak a jazzben. Pontosan, ahogy mondtam, a klub elhivatott, hogy segítsen ezeket a fiatalokat, és támogassuk, és egy nagy családról van szó. Hát visszamenőleg az ezelőtt 5 éves fesztiválon is nyertesekkel találkoztunk. Ők voltak meghívva például a csütörtök esti záró koncerten, akik nagy meglepetésünkre a végén odajöttek és mondták, hogy hát ez egy gyönyörű, és hogy mennyire fejlődött, és hogy milyen a Jam Session-en aktívan bekapcsolódott profi zenészek, úgymond fiatalokkal játszottak egész este, és mondták, hogy nagyon-nagyon emelkedett a színvonal, nagyon mindenki meg van elégedve, mindenkitől pozitív energiákat kaptak, és pozitívan tudnak nyilatkozni mindenről, ami történt most. Én nagyon örvendek, meg végül is ez egy év munkája volt számomra, meg a klub számára, meg a kollégáim számára, és egy nagyon, nagyon megnyugtató és nagyon jó érzés az, hogy most mindenki boldogan hazamegy, és van miről meséljen, meg írjon, meg készüljön a jövő évi fesztiválra, Samu. Mert lesz fesztivál jövőben is. Helyes. Samu, ha 3 mondatban kellene az itt léteteket jellemezned és kiemelned, rangsorolnod, meg tudnád tenni? Hát őszintén szóval annyi élményért, hogy most így bajban vagyok. Tehát ezt mindezt 3 mondatban összefoglalni, talán azt mondanám, hogy nagyon sok barátot szereztem ez alatt a pár nap alatt. Ezt Marosvásárhelyet, mint település megismertem, és a zene területén is fejlődtem. Talán ez lenne az a 3 mondat. Tanár úr, édesapa, kísérő. Igen, hát én továbbra is a helyszín, tehát az fantasztikus. Tehát mi Budapestről irigykedünk, ezt Tömének el is mondtam, hogy igazán eljöhetne hozzánk és csinálhatna ott is. Ez igen. Milyen dicséret nekünk marosvásárhelyieknek is azért, Döme, így a te szeledben, árnyékodban mi is fürödhetünk ilyen alapon, mert azért ez azt gondolom, hogy minden vásárhelyének egy ilyen dicséret egy budapesti jazzgitáros szájából, igencsak. Hát nincs ilyen helyünk Budapesten, ahol így foghatjuk magunkat, és azt mondjuk, na most lemegyünk oda, iszunk egy sört, esetleg játszunk, vagy aki játszik, meghallgatjuk, beszélgetünk, és mindezt egy olyan közegben, egy olyan, ami nem kényszerít se viselkedni, se jelen lenni, ha akarunk, jövünk meg. Tehát egy ilyen relax
ezt a szót teszem, tehát ez Budapesten ez nincsen. Ezt emelném ki először, másodszor pedig továbbra is azt, hogy milyen magas a színvonal. És hogy a kollégák, akik tartották a workshopokat, azok is úgy kitettek magukért, és olyan érdekes dolgok történtek, és minden diák tényleg ilyen csillogó szemekkel jöttek ki a workshopokról, hogy jaj, de jó volt, mennyit tanultunk, már hasznosítható tudást kaptak, még tovább tudják magukat fejleszteni, és ez a 4-5 nap azért, én is szoktam workshopozni, meg csinálunk zenetábort, de azért én tudom azt, hogy egy 4-5 napban nagyon nehéz belesűríteni valami olyat, amit a Nebuló haza tud vinni magával, és arra tud később építeni, és ez most itt megtörtént, és ennek én nagyon-nagyon örülök, mint kívülálló, hogy én nem vettem a workshopokba részt. A nagylányom és a tanárnőjével is voltak egész osztály, de hát minden este, ugye órán, napközben iskola volt, de minden este részt vettek, és tényleg azt láttam, ugye az ő szemén keresztül is csak mindegy vendég, mindegy hallgató, hogy nagyon-nagyon feltöltötte őket is. Ezek szerint nem csak azok töltekeztek fel, akik részt vettek, hanem akik csak bekapcsolódtak hallgatóságként esetleg az egészben? Igen, nagyon meg vagyok elégedve a vásárhelyi teljesítményével, főleg a fiatalokkal. Teltház volt minden este, azt kell mondanom. De ez egy hatalmas munka, reklámunka volt mögötte, meg igyekeztünk. Erről szeretelek volna kérdezni, hogy mi a titka? Mert az, hogy értékes emberek vannak körülöttünk, értékes művészek, zenészek, ezt tudjuk. De megmutatni és hagyni, hogy megmutassák magukat, az már a nehezebb, azt gondolom, ugye? Hát igen, most saját magam dicséretére most 23-24 éve ismertek a városba. Már én egy reklám vagyok, és rengeteget reklámoztuk. Azon kívül a Jazz Clubot majdnem mindenki ismeri, majdnem mindenki volt lent, és a város is csatlakozott, segítettek, nagyon-nagyon sokat a média segített, nagyon sok reklámot ragasztottunk ki, rádió, tévé segített reklámozni. Végül is ez egy nagy ismeretségi kör, egy nagy baráti kör segítségével jött létre, és támogatásával jött létre. És úgy néz ki, hogy maximálisan, a közönség is, mondom, maximálisan támogatott, teltház volt, aminek nagyon örvendek. A tavalyi évi fesztiválhoz képest duplájára nőtt a nézettség. Az igen, hát így legyen ez tovább is, csak aztán nem tudom, hogy helyileg hogy fogjátok megoldani, mert már lassan nincs hova terjeszkedni, építkezni. Igen, a tervek azok megvannak, hát a kultúrpalotába fogunk terjeszkedni maximum. És az lesz a szigorúbb, tudod, egyelőre csak egy nappal fogjuk kezdeni, aztán majd meglátjuk. Aztán majd birtokba veszitek. Én természetesen ennyi időben, én remélem, hogy a nézőknek tudtunk adni egy kis ízelítőt abból, hogy mi is zajlott itt Marosvásárhelyen, és akinek még eddig ezért vagy azért elkerülte a figyelmét, vagy az ideje, hát ha jövőre szakít, és ezek szerint megéri, azt gondolom, és azt látom, hogy a zenészeknek, a résztvevőknek már nem kell reklámozni, hogy mi az Marosvásárhelyen nemzetközi fesztiválra jönni, és ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, és nagyon köszönöm, hogy őszintén beszéltetek, és hát úgy dicsértetek minket, Marosvásárhelyeket Dömén keresztül, hogy mindnyájan egy kicsit büszkék lehetünk arra, hogy itt Marosvásárhelyen, ebben a városban ilyen csodálatos történés volt az elmúlt napokban, hiszen a zene mindenkit közel hoz, a zene felszabadít, a zene örömet sugároz. Köszönjük a meghívást! Én köszönöm, hogy itt voltatok, de nem engedlek még el, megkérlek szépen, Döme, emeld fel az aranyhalunknak, a volt aranyhalunknak az akváriumát, és adod a Samunak, hogy egy fiatal díjnyertes húzza ki az e-heti szerencsés nyert nézőnket, aki üzenetet küldött be, és hát nyilván meg fog nyerni egy kis ajándékcsomagot. Samu nem sokáig kevergetett, kihúzta, megkérlek, hogy tartsd fel magad felé, olvasd el. Tehát Kovács Imre az e-heti nyertesünk, Kovács Imrének őszintén gratulálunk, az ajándékcsomagot postázni fogjuk, és nem engedlek el, megkérlek, hogy üzenjetek bárkinek, szeretteiteknek, a jazz rajongóitoknak, most megtehetitek szembe a kamerába. Hát, én Balatonkenesére szeretnék üzenni, hogy sikerült a jazz verseny, és itt vagyunk egészséggel. És indultok nem sokára haza, de hát mire haza. Az üzenetet megkapják, vagy látják addigra, reméljük otthon is lesztek. Én Nagy János barátomnak, itt már említettem, hogy felkészített tanára volt, ő neki szeretnék innen még egyszer köszönetet mondani a zenekar nevében is, és gratulálni, hogy
ilyen nagyszerű munkát végzett. Így van, egyetértek, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük a lehetőséget.